Eresz csatornát lobogtatva bírálta a kormánypártokat a DK egyik politikusa a parlamentben. A Szájer botrány utáni első ülésen az ellenzék élesen kritizálta a keresztény és konzervatív értékeket magának valló kurzust. A kormányoldal szerint a jobb oldalon vannak következmények, ellentétben a baloldallal, ahol nincsenek. Szájer József, a Fidesz egyik alapító tagja, továbbra is címzetes egyetemi tanár a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Híradónknak az egyetem azt írta, a veszélyhelyzet miatt online ülésezik a szenátus, így pedig személyi kérdésekben nem dönthetnek. Jöjjenek, nézzék meg, végezzék el azokat a tornagyakorlatokat, amit Brüsszelben már megismertünk. Eresz csatornával a kezében beszélt a parlamentben a DK-s Varga Zoltán. Ezzel utalt az ominózus csatornára, amelyen Szájer József próbált elmenekülni a drogos orgiáról. A volt fideszes Borkai Zsolt szexbotrányát is felidézve a politikus három szóval jellemezte a kormányt. Isten haza család, ugye? Maguknak, hát ne szórakozzanak már, maguk a 3K kormánya. Közpénz, kokain, ez a maguk valósága. Ez van az önök zászlajára felvésve különben. A Fidesz alapító miatt az ellenzék élesen bírálta a jelenlegi keresztény-konzervatív kurzust. Maguk papolnak 10 millió embernek itt keresztény elkölcsökről, amikor elfbarátaik luxusjakton prostituáltakkal hallgatják Fekete Pákót, vagy éppen drogos szexpartikon henteregnek és mesztelenül csúszkálnak Eresz csatornákon. A kormánypárti politikusok mindannyiszor ugyanazt mondták. A jobb oldallal szemben a bal oldal az, ahol nincsenek következmények. Azok után, hogy megtűrik soraik között a kokainos korrupcióval kérkedőket, az antiszemitákat, azok után, hogy az ország képébe hazudtak, hazudott ön is a statisztikákkal kapcsolatban, azok után, hogy kamu mentősöket emlegetett az ország házában is, semmilyen alapjuk arra, hogy erkölcsi ügyekben bárkit számon kérjenek. A jelentés... Egy hete robbant ki a Szájer botrány. Azóta a Fidesz alapító lemondott mandátumáról, kilépett a Fideszből és lemondott tisztségeiről. Megtartotta azonban címzetes egyetemi tanári címét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Híradónk megkereste az intézményt. Azt kérdeztük, visszavonják-e ezt a címet Szájer Józseftől. Válaszában az egyetem azt írta, a veszélyhelyzet kihirdetése óta online tartják a szenátus üléseit. Az intézmény a felső oktatási törvényre hivatkozva hozzátette, személyi kérdésekben ilyenkor nem hozhatnak döntést, így a legközelebbi ülés napirendjére sem kerülhet a kérdés. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumot is kerestük, hogy tervezik-e az érintett törvény módosítását. A szaktárca kitérő választ adott, annyit írtak, hogy azon dolgoznak, hogy az oktatás a veszélyhelyzet alatt is biztonságosan és hatékonyan folytatódjon.